édesok. Ezt ne csináljátok utána. Egy újabb, csodaszép reggel a tesók házban. Kamilla éppen ébredezik, minden a rendszerint megy. Egészen addig, amíg el nem kezd agyalni. Kamilla azon töprengett... Mi van? Bocsánat, azon gondolkozott, hogy mivel tudná megprenkelni az egész családot. Mint tudjuk, Kamilla nagyon ravasz. Azt is tudjuk, hogy rengetegszer prankelt már, úgyhogy nem kis pályás. Most viszont olyan ötlet jutott az eszébe, ami nagyon gonosz. Úgyhogy jobb lenne, hogyha már most elfelejteni ezt. Sziasztok, én Kamilla vagyok! És a mai videóban különleges videó lesz a mai nap. Szét fogunk verni embereket, nem ami nem embereket, tárgyakat fogunk szétverni, de nem akármilyen tárgyakat. Először is Balázs fogjuk, aztán pedig Bedét, és így megy tovább. Nézzük meg az embereinket. Nem, Kamilla, azt elmondtam, hogy nem az embereket fogjuk szétverni végül, nem az a videó ötlet lesz. De csak vicceltem. De nem az a videó ötlet lesz, hogy embereket verünk szét. Tudod, azt már megbeszéltük, hogy azt már később csináljuk. Ja, tényleg. Ah, ja. Uh-huh. Az emberek legféltettebb tárgyait fogjuk szétverni. Igazán aranyos vagy, Kamilla. Köszi. Amúgy nekem nem is kellene a szemüveg most. Tök jó, nem? Ja, de vedd vissza szerintem. Okay. Jobban jársz. Most nem úgy képzeljétek el, hogy valami zoknit vagy tojást fogunk széttörni, hanem egy olyan tárgyat, ami a legértékesebb, nem úgy drága volt, hanem hogy a lelkéhez kötött. És most nézzük is meg, hogy az emberei mit csinálnak. Na, itt volt Tóth Lajos, én már látom, mert itt ül, gondolom. Jó napot, hagyjam is, uraim! Üdvözlöm, én Tóth Kamilla vagyok. Hello. Mit csinálsz be? Hát most éppen Balázs videóját várom, hogy feldolgozásra befejeződjön, és utána feltöltöm az én saját videómat is. Csinál tovább. Jó napot, Tóth Kamilla. Jó napot kívánok. Mit csinálnak önök? Éppen regisztráltuk, aktiváltuk a weboldalunkhoz tartozó ügyfélszolgálati telefonszámot. Na, te aztán nem hazudsz. De mi van? Mit tömörültök? Videózunk. Ja? Szia. Na, én gondoltam már arra, hogy tudod, Bedének mindig fifázni szokott, meg mit tudom én, hogy csinál még, GTA-zik. Igen. Akkor gondolom, hogy a PS kontroller, ez jó, mert PS az én nem, mert én is szoktam vele játszani. Apuka például nem lát a szemüveg nélkül, tehát neki az tényleg egy értékes dolog, mert az mindig magánál hagyja. Emlékszel, amikor megvettük neki a Michael Kors órát? Arra gondoltam én is, hogy akkor az lehetne, nem? Akkor a Michael Kors órát verjük szét. Michael Kors órát. Balázs nem tudja, mivel ő videózik nekem, hogy neki is van egy ilyen értékes tárgya, és az a drón, amivel minden egyes videó elején drónozni szokott. Ne, akkor is menjünk vissza, mert lehet, hogy gondolkozik, hogy mit csinálhatok én. Jaj, de szép vagy! Jaj, de szép kislány! Mennyire ijedtél meg, Kamilla? Nagyon, mert annyit látok, hogy valaki így áll előttem. Megvannak a dolgok, most már csak el kell lopnod őket. Hozzá egy zsákot, amiben belegyűjtjük. Zsákot? Oké, itt a zsák. Ezekben zoknik vannak, nem baj? Miért van szatyolba a zoknik? Azért, mert nem fér bele a basz. Itt az F. Oké. Betétől lesz nehéz, hát hogy fogjuk Betétől elvenni? Ott ülnek bent a szobában. Majd nézzük. Jó. Újra nyomatokat nem hagyunk. Nem. Jaj, ne! Egy idegen betölt a házunkba! Ne! Te meg ki vagy?
ki az a indián hölgy? Nem volt jó, ami lett. Mindenki tudta, hogy te vagy az. Hogy? A szemüvegetet levetted volna. Rá se lehet ismerni. De te sem tudod, hogy hol vagy. Na menjél ki a konyhába, Kamilla. Kamilla, ezt vedd vissza szerintem. Kamilla, vedd vissza. Kelleni fog egy kalapács, és azzal fogjuk szétverni a dolgokat. Lent. Én nagyon nem szeretem az embereknek a értékes dolgait megnézni akár, vagy megfogni, de most muszáj lesz még széttörni is. Ezt ne csináljátok utána, jó? Légy szíves. Utolsó kettő, még nem volt annyira kemény, de ez, mert szétjött. Mennyire lesznek szomorúak, Kamilla? Hát eléggé. Azt jelenetet tudom, hogy mondtam fent. Azt nem kéne felvenni? Hogy? Valamit itt csinálok, csak nem hoztam le a telefonomat, azzal akartam felvenni. Igen. Felmész, Lici. Ennyi? Hát jó van. Jó. Hát ez lesz a legutolsó, a drón. Balázs nagyon szomorú lesz, mert ez a szinte a kis kedvence, amit nagyon szeret. De hát, Balikám, most bocsánat, de szét kell törnöm. Úgy behorpadt, gyerekek. Most megpróbálom a popellerét, olyan kicsit meghallítani, csak hogy ez is szép ajándék legyen neki. Nem találtam a telúdat. Kérdeztem a többieket, de nem találtam a telúdat. Na, mehetsz. Most felmegyünk, és összetöröm mindenkinek a szívét. Hello. Mit csinálsz? Éppen eszek. Mi a baj? Semmi. Szia, Buka! Hello. Én már a szemüvegemet nem találom. Nem találod? Nem. Hát de szokás, hogy nem találod. Valami szemüvegével nézegetem a... Írom el. Ez csak.
Apuka, gyere itt a szemüveged! Te Kamilla, mit csináltál ezzel? Apuka, gyere itt a szemüveged! De Kamilla, ezzel miért csináltad? Ez nem volt megbeszélve. És ez mi? De nézd, mami! Ez órád, tessék! De Kamilla, figyelj majd! Szépen, mit csináltál a szemüvegemmel? Ez... kiszépítettem! Ezen múlik az életem meg a halálom. Nézd már ide. Frankon fogok kinézni, nézd csak. Meg is vagy. Hát de most röhögsz rajta, de hát mire csináltatok egy szemüveget, az mennyi idő? Vagy két hét? Olyan helyre kell menni, ahol egy hét. Aha. Várj. Meglettetek prankelve. Na mi van? Tudjuk, hogy nem szeretitek az ilyet, hogy titeket prankelünk meg. Meg fogjátok majd írni kommentbe, hogy ja, nem tudjátok, mert Kamillánál letudtotta a YouTube. De tudjátok, ti is tesók vagytok, és ti is a családba tartoztok. Ezért prankelünk meg titeket. De azért ez igazi, szóval tessék Balázs. Persze, ez igaz. Az mi? Sziasztok! Köszönöm, Kamilla. Négy. Köszönöm. Bíztam benned. És én? És te? Várjál. Te is épségben maradtál.